Ring György édesapja, Ring János egykori FIFA partbíró révén már gyermekként gyakran látogatta a futballpályákat, és végül 1997-ben 16 évesen döntött úgy, hogy leteszi a játékvezetői vizsgát, és elkezdi ezt a hivatást. Amikor az ember elkezdi, akkor mindkét irányba próbálkozik, először vezetésmeccseket, meg partjelez is. Aztán ahogy telnek múlnak az évek, kialakul az emberbe egy érzés, hogy melyik irányba szeretne elmozdulni, és aztán végül én így az asszisztencia felé mentem. Vajon azért lett játékvezető, mert focistaként nem tűnt ki a többiek közül? Én nem, bár gyerekkoromban fociztam is, de annyira a játékvezetői közegben nőttem föl, hogy gyakorlatilag ebben nőttem bele. Ring György már kiskorában teljesen beleszeretett a különös millióbe. Aki belecsöppen az öltöző illatába, a közegbe, a hangulatba, az edzéseknek a közegébe, az vagy megfogja valami, vagy nem, engem megfogott, és szerencsére itt vagyok most. Édesapja sikereitől függetlenül természetesen Gyurinak is végig kellett járnia a ranglétrát. Én láttam magam előtt a példát, hogy erre van lehetőség nemzetközi mérkőzéseken, Bajnokok Ligájában működni, úgyhogy engem mindig motivált az, hogy külföldön is kifuthassa kollégáimmal a zöldjepre. Az első lengetésére pontosan emlékszik. 2006-ban volt az első NB1-es mérkőzésem. Az természetesen, amikor valaki egy NB1-es mérkőzésen működik, az egy nagyon nagy dolog. Főleg, hogy akkor ugye 25 éves voltam, és így lehettem részese a legmagasabb osztálynak. Fanatikus szurkolók szidalmait persze nem mindenki képes feldolgozni. Aki ezt fel tudja dolgozni, az hamar megszokja, és mire elér erre a szintre, már nem is foglalkozik vele. Aki meg ezt nem képes kezelni, az sajnos elhúlik. Kiemelkedő sikernek tartja a 2009-es U21-es Európa-bajnokságot, ahol egyedüli magyarként a döntőben lengethetett, de nagyon büszke a tavalyi Bajnokok Ligája fináléra és az U20-as VB-n való részvételére is. Asszisztensként pedig tisztában van azzal, hogy a hierarchia itt sem másodlagos. A csapatnak a kapitánya az maga a játékvezető, és mi azért vagyunk, hogy az ő munkáját segítsük, a játékvezető hozza meg a végső ítéleteket, mi pedig a keze alá dolgozunk. Rengeteg ismert labdarúgó mellett tevékenykedik, de sikeres asszisztensünk tőlük sem szeppen meg. Amikor ott vagyunk a pályán, ott nálunk nem a szuper sztárok, a nagy csapatok szuper sztárai játszanak, hanem ugyanúgy a kapus, a középhátvéd vagy a jobbszélső. Tehát nekünk ők ugyanúgy játékosok, természetesen tudjuk, hogy mekkora sztárok, és hogy milyen vagyonokat keresnek, de ez nekünk ott nem téma, és nem foglalkozunk ezzel. A játékvezetésből hazánkban nem lehet megélni, így legjobbjainknak civil hivatása is van. A Műszaki Egyetemen végeztem okleveles gépészmérnökként, illetve aztán később okleveles egészségügyi mérnökként, és szív- és érimplantátumokkal foglalkozom azoknak a fejlesztésével, vizsgálatával. Pénteken a mindig jókedélyű Vad 2 Istvánt is bemutatjuk nektek.